Következő ételem egy indiai eredetű, de magyaros verzióban elkészített kaja lesz. Bármennyire egyszerűnek ígérkezik, attól egy kicsit bonyolultabb és baromira finom lesz. Kell hozzá ez az ételhez 2 hagymai paradicsom, 3 sárgarépa, illetve fokhagyma, annyi fokhagymát tegyél bele, amennyire te csípőse szeretnéd ezt az ételt. Na most kell hozzá egy 240 g nettó töltött tömegű lencse, illetve egy 480 g nettó tömegű csicseri borsó. Viszont én még tovább fejlesztettem, és tettem bele húsos verziót, tehát kapásból két irányba mehetsz el, egy vegetáriánus, illetve egy fehérje dúsabb változat. Kezdjünk neki, szeleteljük fel a hozzávalókat, és pirítsuk le a hagymát. Amint lepirítottuk a hagymát, jöhet bele az apróra szeretelt sárgarépa. És ezzel is jól átforgatom, egy picit lepirítom. Tudjátok egyébként már a szokás, hogyha kevésnek találnád az olajat, mert hogy én most egy evőkanál kókusz olajon pirítom, tehát akinek ez nagyon kevés lenne, vagy úgy érzed, hogy a hagyma nagyon felvette, tegyél alá egy korty vizet, és már is megoldottad a problémát. Én is teszek alá egy kevés vizet. Nem sokat, épp egy ilyen nyeletet, ugyanis a fűszerek így sokkal jobban ki tudnak majd oldódni. Kezdjük meg az ételünknek a fűszerezését, teszek bele egy kevés himalájai sót, ha nincs, tegyél olyat, ami neked szimpatikus. Jöhet bele bors, megint csak azt tudom ismételni, hogy mennyire szeretnéd intenzívre, csípősre a levest, annyit tegyél, én egyenlőre egy keveset teszek bele. Őrölt kömény, nézzétek, én egy ilyen kiskanálnak a nyelével vettem ki, ez nagyjából egy harmad kiskanálnyi adag. Jó, amint belekerült az őrölt kömény, jöhet bele a piros paprika. Nem kell sok, megint egy olyan fél kiskanálnyi színe miatt tesszük bele. Most pedig jöjjön bele cayenne bors, nagyon óvatosan tegyél bele. Azt mondanám rá egy olyan negyed kiskanálnyi adagot, ha nem szereted a csípőset, akkor pedig ne tegyél bele, vagy ha nincs, akkor egyszerűen nem teszel bele. Majd dobok bele 2 csipet kakukkfüvet. Ez szerintem azért minden háztartásban megtalálható, és nagyon-nagyon jó ízt ad neki, egy nagyon-nagyon fontos belevaló ebbe a levesbe. Természetesen jöhet bele az el nem hagyható schnitzling, egész bátran. Majd egy zöldségleves kockát beleteszek. Nagyon jó illatok vannak, nagyon finomak az illatok. És ezt pedig felöntöm annyi vízzel, hogy egyenlőre ellepje. Teszek bele 2 darab fokhagymát, nem nagyon pepecseltem vele, ilyen kisebb darabokra vágtam, és végül durvára szeletelt friss petrezselymet is teszek bele, természetesen, ha nincs, akkor tegyél bele szárítottat. Amint belekerült minden hozzávaló, dobok még bele, hát 3-4 kisebb babérlevelet, ezzel még összeforgatom, majd még felöntöm vízzel, körülbelül 1,5 liter folyadék került bele, és amíg fő a leves, én ide készítettem 400 g zsírszegény daráthúsit, befűszereztem só, bors, piros paprika, fokhagyma, schnitzling, illetve egy tojás, vizes kézzel húsgolyókat, kisebb húsgolyókat készítek belőle, addig pedig megfő a leves. Amint elkészültem a húsival, a leves még nincsen kész, leöntöttem a lencséről a levet, és beleteszem. A csicseri borsóról szintén, de azt még át is öblítettem. És beleteszem a felszeletelt paradicsomot is. És ezzel most tovább főzöm. Egyébként én a paradicsomot a lencsés ételekhez nagyon ajánlom, nagyon jól passzol hozzá. Úgyhogy most, amikor megfőtt benne minden, azután le fogjuk turmixolni, és jöhet bele végül majd a husi. És el is készültünk. Amint úgy érezzük, hogy megpuhult a sárgarépa, vegyük ki a babérleveleket a levesből, ez nagyon fontos. Amint kihaláztuk, turmixoljuk le a levest. Én úgy turmixolom, hogy a minden alkotórész eltűnjön belőle, vagy legalábbis ilyen krémes állaga legyen, de például azért maradjon benne például azért láthatóan csicseri borsó.
kaptunk egy igen illatos krém levest. Nagyon jó az illata, nagyon jó az állaga. Ne legyen nagyon sűrű, tehát a vízzel mindig úgy bánjál, hogy annyit tegyél alá, hogy nagyon jó legyen az állaga. Most pedig engedjük bele a húsgolyókat. Amint belekerültek a húsgolyók, nagyon óvatosan kavarj bele, hogy inkább csak mozgasd át a levesedet, nehogy összetörd, vagy szétessenek a húsgombócok. Kell neki egy kis idő, amíg jó állaga lesz ahhoz, hogy tudjuk kavarni a levest, úgyhogy inkább hagyjuk így békén. Amint úgy érezzük, hogy elkészült, színesíthetjük egy pici chilivel, természetesen schnidlinggel, friss petrezselyemmel, illetőleg nekem nagy kedvencem ez a sáfrány szirom. 4 euróba kerül idekint is, csodákra képes, amikor az ételt megfűszerezed vele. Nagyon jó színt ad neki a végén. Úgyhogy szerintem már csak annyi marad, hogy tálaljunk, és fogyasszuk el ezt a higgy nekem remek kaját. Bár van egy olyan mondás, hogy nem az a lényeg, hogy mit eszel, nem az a lényeg, hogy hol eszed, hanem ki volt a szakács. Következő ételünk nem más lenne, mint egy kamionos fasírt, ezt már én fejlesztettem ki. Mi kell hozzá? Először is ilyen zappehely, nagyon olcsón be tudod szerezni. Én azt ajánlom, hogy ezt a darabolt vagy tört szeműt vásárold, semmiféleképpen ne a nagyot. Tehát szerintem ez sokkal jobb. És azt kell róla tudni, hogy 372 kilokalória van 100 g-ban. Na ez nagyjából egyébként 2 deciliter, ami nekünk pontosan ennyi kellene az étel elkészítéséhez. Én most jelen esetben egy bögrébe mértem ki. Tehát ez körülbelül, így akkor fogod tudni a kalória tartalmát is. Beteszed egy kis tálkába, majd elkezdjük befűszerezni. Először is teszek bele schnidlinget, szárított schnidling, dukál hozzá, nézd, nem tudod vele elrontani, úgyhogy egész nyugodtan pakolhatsz bele. Majd a legfontosabb része lenne talán a mennyiség, kell hozzá tej, és nagyon-nagyon fontos, semmiféleképpen ne tegyél többet, mint a fele zappehely, jó? Tehát pontosan fele annyi, tehát 1 decilitelnyi tejet teszel hozzá. Ugyanis ha túl sokat teszel hozzá, nem fogod tudni megfordítani, illetve szét fog esni majd a tésztánk, nevezzük tésztának. Kell hozzá 1 darab tojás. Ha szeretnéd megspórolni még a kalóriát, akkor tehetsz bele esetleg 2 tojásnak a fehérjét, ezt én rád bízom. Jöhet bele só, ízlés dolga, bors. Megint csak szerintem nem kellene túl sokat tenni. Majd végül, mivel nincs nálam rendes fokhagyma, így én granulátum fokhagymát használok bele. Így még gyorsabb az étel elkészítése, nem kell bíbelődni a fokhagymával. Majd egy kevés olajat teszek bele. Hát szerintem a napraforgó olaj nem igazán dukál hozzá, de nézd, ahogy gondolod, nagyjából egy kis kanálnyi adagot teszek bele. Majd ezt az egészet fogom és összekavarom. Nem kell bele túlzottan bíbelődni, nézzétek, csak ilyen állag el, tehát lényegében nyugodtan nevezhetjük tésztának. Jó, és tegyük félre, nem kell különösebben állni, hagyni. Következő lépés, nézd egy ilyen edénybe, ha nincs, akkor csináld magadnak serpenyőbe. Jó, tehát ugyanúgy meg fogod tudni csinálni, hogy neked nem lesz vastag, hanem igazából vékony lesz. Annak a megfordítása talán lehet egy picivel bonyolultabb. Én egy ilyen edénykében elkészítem, tettem bele egy kis kanálnyi kókuszolajat, és ezt most felhevítjük. Arra nagyon figyelj, ez egy nagyon-nagyon fontos mondani való, hogy nézzétek, csak kis lángon készítjük az ételt. Ugyanis, ha nagy lángon készíted, meg fog égni az egyik oldala, nem különben nem fog átsülni. És megint csak szét fog esni a megfordításnál. Úgyhogy kis lángon nagyjából olyan 8-10 percig fogom sütni az egyik oldalát, majd mutatom, hogy
hogy fordítom meg, tehát szépen belekanalazom. Ezután elegyengetem benne, jó, ameddig sül a pogácsa, vagy fasírt, addig én szedtem ide ki 100 g natúr joghurtot, 56 kilokalória van benne. Először tettem bele egy kevés olívóolajat, tényleg nem kell sok. Jöhet bele menta, odahaza talán nehezebb beszerezni, de higgy nekem, neten is tudsz rendelni. Nagyon sok kell bele, mert akkor esetleg keserű lesz. Jöhet bele só, illetőleg ismét egy kevés granulátum fokhagyma, ha már nincs nálunk. Rendes, majd ezt fogom és összekeverem, és el is készült. Ez egy nagyon-nagyon finom, és ehhez az ételhez nagyon-nagyon passzoló mártás lesz. Majd szeletelek még paradicsomot is. 5 perce sül a fasírt, nézzétek csak, tudom benne enyhén mozgatni. Úgyhogy fogom, és ebbe az edénybe azért is nehéz egy picit megfordítani. Mellé nyúlsz egy kis kanállal, majd én ezzel a műanyag lapáttal szépen alányulok. Hát szépen látjátok, ki lehetett venni, és egyszerűen beleteszem. Így, és látod, nem esett szét. Nagyjából 5 percig sütöm a másik oldalát is, és lényegében el is készültünk vele. Amint úgy érezzük, hogy elkészült a pogácsa, nézzétek meg, ilyen szépen ki lehet emelni, nem is forró, akkor tálaljuk meg. Pillanatok alatt 15 perc nem került bele, és elkészült az ételem, ami jó szénhidrátot tartalmaz, kalóriájában véve az egész nagyjából 500 kalóriát tartalmaz, úgyhogy a diétában maximálisan beiktatható. Annyit, hogy én ha ezt, egy ilyet megeszek reggel 8 órakor, délután 1 óráig semmi problémám nincs, tehát éjségig igazából nem jön rám. Rettenetesen olcsó, hiszen alig 200-250 forintból összedobható ez az étel, úgyhogy feltétlenül próbáljátok ki, és mutatok nektek egy kicsit csavartabb változatot, szerintem az még jobban fog nektek tetszeni. Jó étvágyat! Egy nagyon egyszerű zappehely pogácsát fogok készíteni vanília öntettel. Fogok egy fél banánt, ilyen összeszeleteltem, és ezt most villával összenyomkodom. A banánt jól összetörtem, nézzétek csak, tehát teljesen úgymond felvertem, tehát jó, lágy legyen. Ezután hozzáadok körülbelül másfél-két deciliternyi tört zappehelyet. Picit átforgatom vele, majd pontosan fele annyi tejet teszek hozzá. Kivételesen használok vaníliás cukrot, ugyanis a vanília arra már elfogyott. Nem kell sok bele, tehát ugye cukrosat igazából én nem szoktam enni, kivétel most. És teszek bele egy kevés édesítőt, nem kell sok, és akkor ezt majd összekóstolgatjuk. Hozzáütök egy darab tojást. Illetőleg teszek hozzá még fahéjat. Megint ízlés dolga, hogy mennyit szeretnél beletenni. Nagyjából így ennyit, és ezzel most összedolgozom. Nem éreztem eléggé masszívnak, ezért tettem még bele egy darab tojás fehérjét. Ez ilyenkor igazából úgy adja, illetve tettem még hozzá egy kevés zappelyet. Picit lágyra sikeredett. Fogtam egy nagyobb serpenyőt, tettem bele egy kis kanálnyi kókuszolajat, és akkor tegyük bele, hát nevezzük tésztának. Nem kell túl sokat, mert akkor nagyon vastag lesz szerintem. Így szépen elosztom benne. És szerintem nagyon fontos, hogy kis lángon süssük. Még nem jól átsül, a megfordítását pedig majd kitaláljuk, hogy hogyan lehetne. Több mint valószínűleg kicsúszhatom a vágódeszkára, és egyszerűen visszafogom bele forgatni. Úgy gondoljuk, hogy elkészült, nézzétek csak, nagyon szépen mocorog benne. Picit, ha kicsúszhatod így a szélére, akkor meg tudod nézni igazából a könnyedén az alját. És milyen illat van idebent? Fahéjas banán. Fogom, kiteszem erre a vágódeszkára, csak óvatosan, nehogy széttörjön, tehát így itt megmaradt. Tehetsz a serpenyőbe egy pici olajat, vagy tegyél a palacsintát tetejére, és akkor forgassuk bele vissza. Szépen beleforgattam. Nagyon jól néz ki, és akkor ezt meg fogom tálalni vanília öntettel. Nos, alig 10 perc alatt készítettem el a banános, fahéjas palacsintát vanília öntettel. Szerintem, na hagyj ki, jól néz ki, jó az illata. Ezután már tudjátok, mi fog csak jönni. Egy remek futás kora reggel. Jó étvágyat! I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done.
I'm cursed by every day, till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betrayal. És egyszer ott lesz, hogy így sétálsz egy szántóföldön, egy f***ot mosolygol. A boldogság benned alakul ki. Mai ételem egy zellerkrém leves lesz, egy evőkanálnyi kókuszolajat felhevítek. Én egyébként nyáron, ahogy nyár van, ezt a hűtőben szoktam tárolni, mert ha kiborul, akkor aztán gázban, hiszen nyáron melegben a szekrényben, ott pedig teljesen folyékonnyá válik, és ha kiborul, akkor biztos, hogy káosz van. Na, tehát a mai levesünk, egyszer már ezt én megcsináltam a szegények diétájában, annyi akkor nem tettem bele brokkolit. Na, ez egy zellerkrém leves lesz. Legtöbben egyébként ezt tejszínnel, illetve krumplival készítik, én nem. Zeller, egy gumú, egy kisebb fej brokkoli, kettő fej hagyma, hagymát a kókuszolajon először lepirít, majd hozzáteszem a zellert, illetőleg a brokkolit, ami fel van szeletelve. A zeller is ilyen kockára van, majd az egészet utána pedig le fogjuk turmixolni, ne rohanjunk előre, ennyire előre. Fogjuk, csináljuk a hagymát. Kinek ajánlom a levest? Fogyókúrázóknak, illetőleg akik egészségesen akarnak érni. Én pedig most a félmaratoni felkészülőben vagyok, ehhez is tökéletesen megy ez a nagyon egészséges, rostokban is gazdag kaja. Ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki. Amint lepirult a hagyma, tettem bele kettő darab fokhagymát, illetőleg akkor az zellert és a brokkoli. Persze van, aki egyébként ezt vajon párolja, tehát igazából ízeket még lehetne beletenni, de még egyszer mi az egészséges verzió mellett vagyunk. Ne legyen zsíros, ez egy nagyon-nagyon ütős kaja egyébként. Aki most az zellerből indulna ki, hogy húha, hát ez milyen étel lehet, én bár a videóimban nagyon sokat cittam már az angol hajót. Képzeljétek el, ezt a Rotterdam Hulli hajón kóstoltam meg először ezt a kaját. Ott nem tudom, hogy volt-e benne brokkoli, de nekem annyira éreztem benne azt a hátsó brokkolis íz, hogy úgy döntöttem, mindenképpen beleteszem, illetve ezáltal is szeretném még zöldebbé tenni ezt a kaját. És ott nem tudtam eldönteni, hogy most tényleg zellerkrémleves vagy nem, igazából nem nagyon ettem előtte. És megkérdeztem ott a felszolgáló lányt, hogy ne haragudjál már, de ez mi? És mondta, hogy ez zelleri, úgy csúnyán mondtam ki, semmi probléma, és utána leteszteltem. Ilyen bika lett. Nem mondanám, hogy azért annyira gyorsan készül el, de figyelj, sok dolgot nincs vele, nézd. Beledobáltunk minden zöldséget, úgymond, és kicsit átforgatod, egy picit pirítod. Látjátok, ennyi olaj. Ez egy nagyon-nagyon minimális. Átforgatom, majd felöntöm vízzel. Teszünk bele vegetát, szerecsendiót, elhagyhatod, nem kell sok szerecsendió bele, természetesen egy picit snidlinget, és akkor egyszerűen megfőzzük. Jó, amint felöntöttem, én 2 liter vízzel öntöttem fel eddig, ehhez tettem bele 2 darab zöldségleves kockát, majd teszek bele egy pici vegetát. Tényleg ízlés dolga, nézd, csak annyi, hogy legyen benne egy pici. Szeretsen dióval azért óvatosabb leszek, csak épp úgy meghintem. Szerintem jól megy ez a kajához. Ennyi, és szerintem már tudjátok, mi jön még bele. Hú, de imádom ezt a snidlinget. Egy. Nem nagyon szoktam vele szórakozni. Ahogy mondják, hagymával az ételt nem lehet elrontani. És ennyi. És lényegében hagyjuk így megrottyanni, teljesen hagyfőjön jól át. És ezután botmixerrel le fogjuk turmixolni. Hogy mennyi ideig fő, azt majd megmondom nektek. Én addig pedig gitározgatok. Na még nem nektek, hanem inkább magamnak, de szerintem mindennek eljön az ideje. Amint úgy érezzük, hogy elkészült, megpuhult a brokkoli is, illetve a zeller is, akkor adjunk neki botmixerrel, és szépen turmixoljuk le. Én egyébként bekevertem ide 3 evőkanálnyi zsírszegény joghurtot, ebből 66 kilokalória van, illetőleg egy evőkanálnyi kukorica lisztet. Tettem bele egy nagyon kevés olívolajat is. Jó, csomómentesre kevertem, és ezzel fogjuk besűríteni mixerrel. Ha úgy gondoljuk, hogy elkészült, akkor sűrítsük be. Ha úgy gondoljuk, hogy sikerült, akkor engedjük bele. Én úgy gondolom, hogy elkészültünk ezzel a remek levessel. Jól látható, milyen az állaga, de igazából ez mindig személyre szabott. Ha te még gondolod, akkor ízesíts rajta, én nem fogok. Krutont ajánlok hozzá.
100 g-ban van 496 kilokalória, 25 g-ban durván van egy olyan 100-110. Jó, nem kell az egészet megenni, én nagyjából egy olyan 12 g-ot fogok hozzátenni. Vacsorára két ilyen, amiben megkevertem, két ilyen kisebb tányérkával. Tökéletes. Ez az étel nekem egyébként egy napra van, nem is számolom ki a kalóriáját, olyan alacsony, hogy egész napra ez a két liternyi leves tökéletes lesz. Próbáld ki feltétlenül, jó étvágyat! Elő is készítettem a pörköltöm hozzávalóit, nagyon egyszerűen készítem. Másfél fej hagyma, jobban mondva egy kicsi, illetve egy nagyobb. Ez most itt egy jókora evőkanál kókuszolaj. Aztán 1 kg, mert snícelnak való sertés 20, nagyon sovány, 111 kilokalória van benne. Hogyha odahaza megnézed egyébként a polcról, leveszel egy ilyen olcsó, valami zsíros valamit, az olyan 250 kilokalória is lehet, tehát nekem sovány húsi kell. Itt pedig lenn van egy paradicsom, egy darab tévépaprika, és az mellette kétféle chili paprika, illetőleg fokhagymám sajnos nincs, úgyhogy marad jobb hiány az ilyen fokhagyma krém. Fűszerezése szerintem só, bors, lesz bele pörkölt szavkocka, és lényegében nagyjából ennyi, és természetesen a kalocsai piros paprika. Na készítsük el! Amint egy picit megfuttattam a hagymát, akkor jöhet bele, hát én nem sajnálom, egy ilyen evőkanálnyi piros paprika. Ha felvenné ezt az olajat, szerintem most elegendő lesz, akkor természetesen teszek alá egy kicsi vizet. Ugye a piros paprikát mindig zsiradékba teszik, nézzétek ezt a színeket, csoda szépen oldódik benne. Viszont én szerintem egy kicsi vizet teszek alá, ugyanis a püré az igazából szalonás alapon készül, és abban pedig van bőven zsiradék. Majd belekerültek ugyebár is a zöldségek, és akkor csinálunk egy lecsós alapot. A kezdő szakácsoknak mondanám, hogy ezt a részét szerintem semmiképpen ne sietesd el. Egy jó pépes állagot, jó alapot készítsünk. Természetesen, ha bográcsba készíted, akkor egész nyugodtan nézd, ország része válogatja. Én szoktam oda azzal betenni például petrezselymet, sárgarépát. Tehát egész nyugodtan, és akkor még ízletesebb lesz. Tehát az alap mindig attól függ, hogy készíted. Ez egy ilyen nagyon-nagyon alap. Egy jó pörkölt alapnak szerintem nagyon fontos, hogy ízesnek kell lennie. Ezért befűszerezzük. Borsozom. Van, aki egyébként csak a húsival teszi rá, majd én akkor is fűszerezem. Én szeretem ilyenkor érezni, hogy milyen az alap. Ez szerintem nagyon-nagyon meghatározó lehet. Jöhet bele egy pici só. Na most ugye, hogyha használsz vegetát is, mi is használunk, akkor kevesebb sót. Ha szalonás alapon készítetted, akkor a pörébe sót nem teszünk. Vagy maximum nagyon-nagyon keveset, és jöhet bele a vegeta. És kóstolgatom. Tudom, nem egy tradicionális dolog, de én teszek bele egy jókora csipet petrezselymet, már csak azért is, mert én szeretem a színes ételeket. Hát a snéblinget. Örülök neki egyébként, hogy nektek is elnyert a tetszéseteket. Nézzétek rá! Már is egy olyan, igazi magyaros kezdez lenni. Nagyon szépen néz ki az alap. És végezetül tettem bele egy darab pörkölt szavkockát, illetőleg most jöhet bele a húsi. Szerintem akkor van elkészülve az alap. Figyelj, háromszor öntött fel vízzel. Körülbelül egy olyan fél órát rotyogtatod. Ha mondjuk egy paprikát a szádba veszel, ilyenkor, hogyha jó apróra vágod, akkor egyértelműen hamarabb el is készül. Én is most ilyen apró húsokkal dolgozok, még hamarabb elkészüljön. Tehát a paprika szinte elolvad a szádba. Na, maradjanak majd darabok. Nagyon szép a színe, jó lett az alap. Tehát, hogyha sót, én úgy gondolom, hogy mindenképpen csak akkor tegyél vele, sőt, én azt mondom neked a kezdő szakács, hogy pörköltbe inkább ne tegyél sót. Főleg, hogyha teszel bele ilyen gulyáskrémet, piros aranyat. Én is régen volt, hogy használtam. Nézd, ma én nagyon-nagyon leszoktam erről. Vannak szakácsok, akik igazából csak paprikát, paradicsomot használnak, tehát még sárgarépát sem. Szerintem nagyon jól megy vele pedig a sárgarépa. Jó? Na és ilyenkor nagyon fontos, szerintem, hogy egy picit rottyanjon. Tehát kicsit fehéredjen ki a húsi, engedjen a levéből, bár ez eléggé zsírszegény ez a húsi, úgyhogy nem is lesz annyi nedvességből, én szerintem. De nagyon fontos, hogy nehogy nekem felöntsd vízzel. Tehát max annyi víz néz, hogy itt is van éppen alatta, ez alá majd azért tehetünk. Egy olyan 10 percig hagyd így, majd utána pedig felöntjük vízzel. De csak tényleg annyival, hogy nem ellepje, úgy legyen alatta, és inkább tegyünk mindig rá. Na, készülget lassan itt az ételem, nézzétek, csak semmi folyadékot nem tettem rá, és látod, mennyi levet eresztett?
Tehát ha most te egy kezdő szakács vagy, és felöntötted vízzel, akkor innentől kezdve viszont inkább vidd el egy bableves irányába, jó? Mert akkor tehát túl sok vizet tettél bele. Én viszont úgy gondolom, hogy ez egy kiló hús, de olyan kanári adag, nem? Tehát kamionosok vagyunk, diétázunk is. Tudjátok, a diéta nem itt kezdődött, a diéta igazából nem az, hogy nem eszek, az pont, hogy eszek, ugye ezt bemutattam már ezek régebben. Tökéletes. Ebben igazából van egy kiló, ebben van 1100 a húsban, meg a mellé, mit tudom, 200 kalória, még szerintem annyi sincs, legyen 1300 az egészben. Hol van ez még a 2000-hez? Én dobok bele szerintem fél kilogram savanyú káposztát, illetve dobok még bele bulgurt is, hát nem kanárik vagyunk mi, úgyhogy együnk rendesen. Úgyhogy nagyjából olyan 2000 kalóriás kaját összedobok. Ugye, hogyha már te szalonnából készítetted, rengeteg zsírral, rossz, hát most nem mondom azt, hogy rossz minőségi hull, inkább hússal, inkább zsíros hússal, akkor ugye neked már az 1 kg hús nem 1100, hanem mondjuk sajnos 2500. Tehát ez az, hogy nem mindegy, milyen húsból készíted az ételt. Ilyen apróságokon múlik, hát meg persze a pénztárcánkon is, de hát remélem, hogy azért sokan megtehettek. Remélem. 2 órája rotyog itt a pörköltöm. Egyébként én ezért nem szeretek nagyon pörköltet készíteni, mert nagyon-nagyon sok idő betellik. Na most, amikor majdnem kész a húsi, akkor ráteszem a kicsavart savanyú káposztát, ezt még át sem kellett mosni, és akkor ezzel is egy picit még puhára főzöm, hogy a káposzta is jó puha legyen, a hús is jó omlós legyen. Tehát a pörköltnek én azt mondanám, igazából ilyen 2,5 óra kellene, most olyan 2 óra 20 perc alatt fog elkészülni körülbelül. És amint egy megpuhult a káposzta is, nagyon szépen néz ki az étel, ide tettem egy fél bögre bulgurt, ez körülbelül 2 deciliter bulgur, vagy másfél deci, pontosan kétszer annyi vízzel felöntöttem, tettem bele snidlinget, sót, illetőleg egy pici olívolajat, ezt így magába is eheted, de mi hozzá fogjuk keverni, ez még körülbelül 5 perc, mire elkészül, főzzük meg. Jó, és amint elkészült a bulgur, akkor tehetjük is rá. Most nem tettem félre, ezért egy picit ilyen enyhén rizottós, semmi probléma, hiszen most nem kell, hogy úgymond száraz vagy pergős legyen, inkább így fogalmaznék. Jó, szépen bele is került, és most még ezzel is összeforgatom. Tehát lényegében ez az étel most egy székely káposzta lenne, annyi ugye, hogy abban rizset tesznek, alapból eddig egy toros káposzta volt, és így már is nagyon szép adag lett. Úgy gondolom, jól méreteztem a szavtal, nagyon szépen befogja, egy picit összerottyan, el lehet tenni, hát 3 óra elment a pihenőmből, tehát van még 6 óra, azaz azt jelenti, hogy még egy olyan 5-öt alszok, még elmosogatok, de viszont holnapra, holnap utánra itt a friss ház étel, cserébe egy nap az ilyen lett. Viszont holnap ugye vár már a futás miatt, lesz kevesebb az időm. Tehát figyelj, valamit valamiért, viszont hosszú távon, hogyha az ember konzerveken él, akkor annak meg is lesz majd látszatja, hogy jó eséllyel kidől a sorból. Tehát ez a szép az élet, hogy a választás mindig a tiéd. Smoke weed every day.